Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, Önök a Heti TV-t, és a Pirkadat című reggeli politikai magazin műsorunkat látják. M. Kende Péter vagyok, és már is nagy szeretettel köszöntöm első vendégünket, Kovács Andrást, az Origo főmunkatársát. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én is köszöntök. Lapszemlét fogunk tartani, de mielőtt lapszemlét tartunk, a szokásos kötelező gyakorlaton túlesünk. Tehát kérem szépen, egy kis türelmet kérek, mert a technika az ilyenkor közbeszól, ahogy ez szokott lenni, elnézést kérek a kedves nézőktől is. Tehát, a Luach a zsinagógai naptár szerint immár ugye 5782-t írunk, és Tisré havának második napja van, ma van Rosh Hashana, a zsidó új év második napja is. A Gergely naptár úgy szól, hogy 2021 van, és szeptember 8-a szerda. Az Adriennek és a Máriák ünneplik a névnapjukat. A mai önkényesen kiválasztott születésnaposunk 109 évvel ezelőtt született Gyarmati Fanni, Radnóti Miklós költőnek az özvegye. Ami pedig az időjárást illeti, kérem szépen, 24 és 28 fok között várható a maximális hőmérséklet, tehát jó idő lesz. Igaz, ilyen klasszikus vénasszonyok nyara, csak maradjon minél tovább meg. És a középárfolyamok. 347.79-en áll az euró, még 404.59-en az angol font, mindezeket a Magyar Nemzeti Bank információi alapján tudjuk önökkel közölni. És akkor, hát, lapszemlézzünk. Na most, az a helyzet, hogy egy hír van, amit érdemes megbeszélni. Az ellenzékinek mondott lapok. Emígy tálalják, a kormánypártinak mondott lapok, amúgy tálalják Novák Katalin tegnapi sajtótájékoztatóját, ahol ott volt Dömötör Csaba és a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Két téma volt, az egyik a családtámogatási rendszernek a eddig megtett lépései, illetve hogy mi várható még, illetve Dömötör Csaba beszélt a nemzeti konzultációról. Hát akkor nézzük először ez utóbbit. Az, hogy 1.400.000-en írták alá ezt a konzultációt, ez szerinted mit jelent? Érdemes megnézni. Először is jó reggelt kívánok megjegyzni mindenkinek. Ami érdemes utasítani a korábbi számunkra, hogy az 1.400.000, ez azért a aktívabb nemzeti konzultációk közé tartozik. Volt már 2 millió körül is, de volt már olyan, amin csak 2 vagy 3 tagot nem vettek létre. Tehát ahhoz képest ez egy viszonylag nagy szám, főleg ha azt nézzük, hogy egy nyaralási időszakban történt ez, tehát nem őszelkedett meg a kormány, nem is tavasszal, amikor többen vannak otthon. Úgyhogy ez 1.400.000 szerintem elég magas szám, főleg, hogy kicsit visszadobjuk a labdát, ugye nem foglalkozik a sajtói jelentőség sem másra az elmúlt hónapokban most, mint az ellenzék előadást. És ha nézzük meg az ottani számokat is, hogy mennyi ajánlást kapott egy-egy jelölt miniszterelnökről, hát ahhoz képest az 1.400.000 elég magas, még hogyha azokat a számokat össze is adjuk, még közelébe sincsen annak. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy ez elég magas számokban. Globálisan nézzük. Azt nem tudom, és ezt tényleg nem tudom, és emiatt teljesen tanástalan is vagyok, hogy feltételezve mondjuk, hogy a miniszterelnök vagy valamelyik kormánytag elmegy az Európai Unióba tárgyalni, és akkor azt mondja, hogy na de kérem szépen, van 1.485.000 vagy nem tudom mennyi támogató aláírásom, és erre mondhatják ki, azt kérdezem én, hogy na und? Kit érdekel? Igen, ez benne van. Ez egészben, hogy benne van, de ez gyakori hivatkozása a kormánynak, hogyha megnéztük 2010 óta, akár az uniós vitáknak bevándorlás ügyébe volt a hirdetkező igazából. Alaptörvénynél is volt ugye egy nemzeti konzultáció. Úgyhogy szerintem valamilyen szinten ezt a kormány felhasználja a nemzeti térben. Hát igen, az Európai Unióban szerintem nagyjából a választási eredmény a legfontosabb az egyetemben, annak alapján lesz ugye valaki
és az ottani felhatalmazást nézni. Tehát, hogy valóban ez is számít, meg ami számít meg az Európai Unióban, szerint meg alatt esetben népszavazás. Egy népszavazás számít, emlékezzünk a kóta a népszavazásra, szerintem az tényleg csak a mondta azt, hogy nem kér ebből a dologból. Az szerintem többet, az hogyha súlyozni kell, az valóban többet nem a lapba, mondjuk az 1,4 millió, de az előző kettőhöz képest is többet nyom a lapba, majd a 2021-ben. Világos. Tehát akkor azt is mondod, hogy minden tárgyaláshoz ugye most arra várnak, vagy minden tárgyalás eldőlése attól függ, hogy mondjuk jövő tavasszal hogy döntenek a magyar választópolgárok. Igen, erre azért a nap utalt, hogy Mátának is sajtótájékoztató a téma, azért nagyjából utalt rá Dömötör Csaba, így igaz. Hogy számít el, hogy ezeket a vitákat lezárják, és hát azt mondta, hogy hát minden választási kampányban megmaradnak ezek a viták, sőt, fel is fognak erősödni. Úgyhogy az, hogy megállapodás lesz, minden, az összes kérdését lezárja, amiben most a vitában állatunióval, mert azt kizártam tartom én is. 2022. áprilisa után kerülhetnek a ügyeknek a jelentős készenyomó pontra, azt mondjuk, hogy melyik oldal kormányban. Világos. És akkor nézzük Novák Katalin által bejelentett gondolatokat. Ugye ezen a tegnapi sajtótájékoztatón pont a Heti TV volt az, amik föltette úgy a kérdés, hogy mennyire állhatja meg a helyét, úgymond az a vád, hogy minden családpolitikai változás azt mondjuk a jövő év elejére jelentenek be, illetve akkor indul el, ami ugye már a választási kampánynak a része. Hát egy jelentős családpolitikai intézkedés most is fut, mindent föl lehet venni, a csoktól kezdve a kedvezményes autóhiteli, a különféle felújítás, támogatás, tehát most itt a két nagyobb valami jövőre érkezhet. Az egyik ugye, hogyha az 5,5% költünk a gazdaság, akkor ugye visszakapják az beadó befizetéseiket egy bizonyos határig a két gyermeket, és nem a két gyermeket szülő. Valamint a 25 éven aluliaknak járó SZIA-mentesség az jövőre mindenképpen életbe lép, teljesen a gazdaságnak. Igen, erre lehet azt mondani, hogy a választási kampány része hazudnék, ha nem így lenne, de hát mondjuk elég csak visszavonani arra, hogy 2006-ban januártól csökkentettük alapvető élelmiszeret a szocialista kormány, aztán a választások után visszavonták. Ugye itt olyan intézkedésekről beszélünk, amit adott esetben már nem lehet visszavonni. Hát, hogyha visszafizetik a SZIA-t, ugye, hogyha ezt fizetik, akkor azt nem lehet visszavonni. A 25 éven aluljabb SZIA mentessége szerintem meg alapvetően sok embert éri, de azért nem egy több százezres, nem több milliós beszélünk. Ennél jóval szűkebbek az a réteg, aki 25 év alatt él és dolgozik. Folyamatosan van munkai munkában. Ez azért viszonylag kevés Magyarországon. Gondolom, hogy azt a következő kormány se változtatná meg, hogyha hatalomra kerül. Na pont ezt akartam még kérdezni tőled, hogy te szerinted ezek a döntések mennyire politikai oldaltól függetlenek? Mert én is azt gondolom a 25 éven aluliak SZIA mentességéről, hogy olyan hihetetlen sok embert nem érint, ergo olyan hihetetlen nagy összegbe nem kerül. Tehát, hogy mennyire vannak, szerinted mennyire van mozgástere a következő kormánynak, ha más színezetű lesz, hogy változtasson-e rajta, vagy nem? Hú, hát igen, itt nagy bajban vagyunk alapvetően. Én nagy bajban vagyok, mert az, hogy konkrét nyilatkozatokat próbálnak kihámozni abból, hogy a következő kormánynak milyen gazdaságterve jutnak, roppan nehéz. A különféle szereplők mondanak, és nagyjából
a program eddig kimerül abban, hogy a jelenlegi kormány szidalmazza ki, hogy vagy kevésbé ízlésesen, vagy ízlésesen, de olyan nagyon nem látok egy olyan program elemet, azon kívül, amit mondanak, hogy jól keresnek. Az elhangzott már pont a legkisebb szereplőtől az elemként, hogy az 1 millió forint fölöttiek valószínűleg, aki a havi 1 millió forintnál többet keres, annak, többet, annak jóval több adott tetszett 22-től. Ez egy konkrét ígéret, amit hallottunk. Tehát, hogy ez mennyire fogja meg a társadalomnak a többségét, az nem tudom. Aki szerintem havi 1 millió forintot keres, és már most tudja, hogy ilyen helyzetben kerül, szerintem az kiutolgoz olyan technikákat, és minimálbé. Jó, értettem. Nagyon nehezen lehet kihámozni ezeket az ígéret posztrányokból, ugye, hogy mi azt mondja, én több vitán vettem most részt, szocialista politikusok voltak, ott ők azt mondták, hogy a családtámogatási rendszer, ami most működik, megtartani, csak olyan módon módosítanánk, hogy akiknek ott esetben nincs jövedelme, vagy jóval kevesebb jövedelme van, azok is igénybe tudják. Ez egy támogatandó, alapvetően támogatandó dolog, csak hát megint itt botoszkál bennem az, hogy ez egyszer már elhangzott egy ilyen Megyesi Pétertől, hogy ezek nagyon jó lépések voltak, mi a korábbi Fidesz kormány idején, meghagyják őket is bűnni. És hát sajnos nem lett belőle semmi, úgyhogy ezért vagyok nagyon óvatos, hogy mi az, amit az ellenzékből érdemes úgymond komolyan venni. Ami biztosan kirajzolódik szerintem, az ők mindenféleképpen dolgokkal gondolkoznak, ez pedig valakik számára biztosan azt mondja, hogy pénz marad a pénztárcájukban 2002 után. Jó, hát akkor csináljuk azt, hogy legyünk óvatosak, ahogy te mondtad, és várjuk meg, hát ha valamit fognak, valami konkrétumot mondani az elkövetkezendő egy-két hónapban, hiszen előbb vagy utóbb illene előállni. Hát én azt látom, hogy lényeggel. Én nem kíváncsi leszek, hogyha majd ezt bejelöltek, leülnek egymással vitázni, hogy mire jutnak, mert ugye azt mondják, hogy ők egymást nem akarják támadni, de hogyha nem határolják el egymást élesen a másiktól, akkor szerintem senki nem fog úgymond elmenni választani. Hogy már láttuk is a mostani számokból. Tehát, hogy... Jó, világos. Valamit szerintem időben tényleg mondani kell ezek külön a kormányállás dolgozókhoz képest. Jó. Fogjuk látni, hogy mi fog történni. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni, még hogy így is így a online térben, és rövidesen újból találkozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok. Neked is. Kedves nézőink, maradjanak velünk, rövidesen Németországról fogunk beszélgetni.